Sziasztok, egy újabb kihívás videó. Dani, vagy mondjuk a csatorna nevét, akkor Animated Child küldött nekem egy érdekes videót. Arról van szó, hogy van egy fa, meg van egy gomb. Ha megnyomja a gombot, vagy ha megnyomjuk a gombot, akkor megjelenik egy karakter, oda sétál a fához, megjelenik előtte létre, fölmászik rá, földíszíti, aztán lemászik, átmegy egy másik oldalra, ott is megjelenik egy létre, fölmászik rá, és így szépen körbejárja a fát. Tulajdonképpen egy animációról van szó. Na most az enyém nem egészen ilyen, nincsen ilyen látványosan megcsinálva, viszont bármelyik fával működik, bárhol bármit föl lehet díszíteni. De inkább mutatom élesben. Tehát kell egy fa. Ez egy fa. Ez egy fa. Igen. És van egy táblánk, ezt rá kell rakni. Díszítés indítása, használni kell. És akkor megjelennek rajta a díszek. Véletlenszerű a dolog, úgyhogy hát igen, ha nincs szerencsénk, akkor kevés dísz jelenik meg, de többször használható, és akkor egyre több dísz lesz rajta. Jó. Mutatom, bármilyen fával működik. Nem ilyen volt az előbb, ugye? Nem. Ja, igen, tábla. Na, nem megy a váltás. És akkor azon is vannak díszek, tehát így bármilyen fával működik. Na, hol is kezdjem? Talán a táblával. Igen, van egy tábla. Ha ezt használjuk, akkor négy parancs fut le, négyet lehet neki megadni, mert négy sora van. És ugye a szövegeinek meg lehet adni JSON szöveget, és azokba lehet parancsot. És ha használjuk a táblát, akkor az összes lefut. Tehát ő nem tudja nézni, hogy most melyik szóra nézek. Ha használom a táblát, teljesen mindegy, hogy az első sorba vagy a harmadikba, mindegyik lefut. Nagyon hasonlóan négy parancs, négy mob spanneres minecartot idéznek meg. Olyan, mint a TNT-s vagy a ládás, csak mob spanner van benne, szerintem ismeritek. Szóval megidéz a tábla ilyeneket. És az van nekik megadva, hogy falusit idézzenek meg, amiknek ki van kapcsolva ez a NoAI, illetve be van kapcsolva ugye a NoAI tagjük, igaz értéket kaptak, meg le vannak némítva. És ez benne a véletlenszerűség, ugye, hogy hogy idézi meg őket a spanner. A spanner környékén azt hiszem négyet adtam meg, de mindjárt megnézzük a kódot. Tehát a spannertől négy sugarú körben idézzem meg falusiakat. Illetve azt hiszem négyzetesen jelöli ki, de nem lényeg, tehát a spanner környékén. Utána van itt egy ilyen szerkezet, ami lefuttatja a falusiakkal az, hogy ahol levél van, nem, ha levélben állnak, azt cseréljék le üvegre. Üvegblokk volt a dísz. Igen, mutatom is, és utána megöli őket ez az utolsó parancs, ezt most kilövöm, hogy lehessen látni a falusiakat, nagyon látványos. Tehát most lefuttatom. És most nem haltak meg, kicsit akad is, mert sok entitás van. És most láthatóvá teszem őket, kitörlöm az effektet. Íme. Azért nem páncélállványjal csináltam, miért valaki kérdezni, mert először mobspawner blokkal akartam megcsinálni a szerkezetet, és van egy hiba a játékban, hogyha azzal próbálsz megidézni páncélállványt, lefagy a játék. Úgyhogy átértem a falusira. Aztán később rájöttem, hogy sokkal jobb, hogyha bányakocsival csinálom, azt egyszerűbb kitörölni. Aztán arra is rájöttem, hogy hát igen, a bányakocsival viszont nem hibás a játék, azzal meg lehet idézni páncélállványt, de már nem volt kedvem áttérni, úgyhogy maradt falusin. Azért kell négyszer lefuttatni ezt a spannert, ugyanis a spanner az úgy van, hogy most mondjuk ez itt a spanner, és az oké, hogy megadhatom neki, hogy körülötte mekkora sugarú, hát most mondom így, hogy körben idézze meg, de a magasságot is, tehát a magasságot nem adhatom meg, tőle lejjebb egyel, és tőle feljebb egyel, tehát így ebben a hármas vastagságban fogja idézni a lényeket. Úgyhogy, hát a fa az pedig ugye van, amelyik hosszabb, úgyhogy ezért is kell. Másrészt pedig így lesz színeket csinálni. Mindegyik falusi el van valaminek nevezve, ez narancs, ez kék, az narancs, az megint narancs, az piros, van sárga, négyféle szín van. Mit hagytam ki? Kék, narancs, piros, sárga, nem, meg volt mind jó.
És ezek itt, ez konkrétan itt van a narancs színűvel, futtatja le az, hogy rakjon oda narancs üveget, ahol Leaves 2 van. Igen, kétféle lomb van, ezek itt a Leaves-esek, ott látni, szürke, alsósor, és van kettő Leaves 2-es, ezért kellett, nem tudom miért volt ez jó, hármas az nincs szerencsére. Jó, tehát megidéz a falusiakat, illetve pontosabban nem úgy kezdődik, hogy beleidézi a fába, mert a spanner az blokkban nem idézi bele a lényt. Lényt? De jól mondom, lényt végül is. Az entitást, úgy pontosabb. Hanem úgy kezdődik, hogy sokkal fölé, sokkal magasabbra idézi meg. Majd látni fogjátok, azok is kitörlődnek, hogy ott vannak fönt a felhők. Ott, az a felhő ott. Azok voltak a spannerek. Olyan magasra lerakja, ahol valószínűleg nincsenek blokkok, ott megidézi a falusiakat aztán leteleportálja a fához, és akkor futnak le. Mutatom is. Ez a falusival lefuttatja azt, hogy írtsa ki a minecart spannert, nem lesz rá szükség. Ez akkor adja át, hogyha van falusi, tehát ha van falusi, akkor induljon el az, hogy teleportálja lejjebb, rakja le az üvegeket, ugye ez a 8 blokk, és aztán nyírja ki a falusit. Ennyi. Oké, mutatom a kódot. Így néz ki. Nagyon összefolyik, megpróbálom majd a videóban úgy rendezni. Az első sor ugye csupa csillag volt, azzal lefuttatjuk azt, hogy idézzem meg, summon egy Minecraft spannert ott van, és aztán megvan benne adva, hogy az entity ID, tehát az entitás azonosítani, amit megidézni, az falusi legyen, a spawn datába kell megadni annak tulajdonságait, ott van no AI, láthatatlanság effekt, legyen néma, és a neve, az nagyon fontos, ugye. Megvan adva az is, hogy mennyit idézzem meg egyszerre, a késleltetés, ugye a delay nullának van adva, tehát azonnal idézze meg. Oké, tulajdonképpen a többi ugyanez, csak a magasság változik, tehát az elsőt az 20-szal följebb a táblától, a következőt 22-vel, 24 és így tovább, azért, hogy biztos ne legyen benne a fában. És aztán ugye a felusiakat meg visszateleportálja, ahogy mondtam, bele a fába. Jó, azt hiszem mindent elmondtam, ami kell. Ha valakinek valami nem világos, kérdezzen, a pálya letölthető. A kézikönyv óvjon.